Sziasztok! Én Mészáros István vagyok. Én pedig Szórá Danita. Ez pedig itt a Nyitott Szemmel Podcast, itt a Modern Hippi csatornán. Politika, közélet, bűnügy, utazás, filmek, sorozatok, avagy nagyvilági körkép, bármi, ami érdekes lehet. Tarts velünk ma is! Sziasztok! Egy kis szünet után itt vagyunk újra, és most nagyon más irányba evezünk. Így, hogy közeledik a Halloween, összeszedtük nektek az 5 legsokkolóbb bűntényt. Így van. És nagyon fontos leszögeznem, hogy szigorúan, de tényleg nagyon szigorúan, csak 18 éven felülieknek ajánlott ez a műsor, azoknak is csak akkor, hogyha igen erős gyomruk van. Én szóltam. Te is szóltál? Én nem szóltam, de te szóltál, és ez elég. Úgyhogy lelketek rajta, aki végig tudja hallgatni, vagy szereti az ilyen témát, az hallgassa meg. Pontosan. Gyerekek, háziállatok elől elzárandó. Let's go! Az első esetünk az a clevelandi emberrablás. A clevelandi emberrablásra 2013. májusában derült fény, amikor három nő és egyikük gyereke mintegy 10 évnyi raboskodás után kiszabadult fogvatartójuk Ariel Castro házából. A három nő név szerint Michelle Knight, Amanda Berry és Gina de Jesus volt. Ariel Castro letartóztatásakor 52 éves volt. Castro 1996-ig házas volt, azonban a feleség testvére és annak férje szerint Castro verte a feleségét, eltörve az orrát, karját és koponya sérüléseket okozott. 1993-ban Castrót letartóztatták családon belüli erőszakért. A feleség 1996-ban elköltözött a házból és magával vitte 4 gyermeküket is. A feleség testvére szerint Castro ezután is fenyegette az asszonyt, aki távolságtartást kért a volt férje ellen. Miután a fogvatartott lányoknak sikerült kiszabadulniuk, Castro letartóztatása után a fia elmesélte, hogy a ház, ahol Castro élt, mindig zárva volt. Lakatok voltak a padláson, a garázson, az alaksorban is. Sőt, voltak olyan részek, ahova soha nem is mehettek be. A szomszédok Castrót egyébként normális embernek írták le, aki igen magának való volt. Michelle Knight 2002. augusztus 23-án tűnt el, miután elhagyta az unokatestvéréjék házát. Knight 21 éves volt akkor. Eltűnése előtt az akkor 3 éves fiát a gyámhatóság elvette tőle. Családjával rossz volt a kapcsolata, nem is igen keresték, mivel azt hitték, hogy a fia elvesztése miatt megszökött, ezért a rendőrség 15 hónap elteltével le is zárta az aktáját. Az elszenvedett bántalmazások miatt Knight plasztikai sebészeti beavatkozásra kényszerült, ezen kívül egyik fülére elvesztette a hallását. Amanda Berryt majdnem egy év elteltével 2003. április 21-én rabolta el Castro. Aznap este 19 óra 10-kor felhívta a szüleit a Burger Kingből, ahol dolgozott, hogy autóval fogják hazavinni. Berrynek Castro ajánlotta fel, hogy hazaviszi, miután azt mondta a lánynak, hogy a fia szintén a gyorsétteremben dolgozik. Castro ezután a saját házához vitte Berryt. Berry anya 3 évig nyomozott a lánya után, de 2006-ban szívroham következtében meghalt. Berry esetét 2004-ben bemutatták az America's Most Wanted című tévéműsorban is, amiben összekapcsolták az ő és The Jesus eltűnését. Amanda Berrynek 2006. december 25-én gyereke született a házban, Castrótól. Castro megfenyegette, hogy megöli, ha a gyerek nem éli túl a szülést. Georgina de Jesus 14 éves korában tűnt el 2004. április 2-án. Castro lánya, Arlene, aznap de Jesus-éknál akart aludni, de az anyja megtiltotta. Azt állítják, hogy Castro felajánlotta de Jesusnak, hogy elviszi őt a lányához. Castro ugyanis ismerte a de Jesus családot. Ezen kívül Castro lánya barátságban is volt Gina de Jesus-szal. De Jesus esetét szintén bemutatták az America's Most Wanted tévéműsorban, amiután a család és mások virrasztásokat tartottak, majd kutatást folytattak az eltűntek után. Castro egyébként 2 ilyen vérasztáson is részt vett, és a családnak is felajánlotta a segítségét. Az elrablásra közel 10 év után derült fény. Amanda Berry egyik alkalommal, miután Castro távozott a házból, észrevette, hogy a bejárati ajtót Castro véletlenül nyitva felejtette. Berry azonnal kiabálni kezdett a szomszédoknak.
Egy férfi oda sietett, majd Amanda első mondata ez volt. Kérem, hívja a 911-et, a nevem Amanda Berry. A három nő, Amanda Berry, Gina de Jesus és Michelle Light, csak nem egy évtizedes fogság alatt rendszeres szexuális és lelki zaklatásnak volt kitéve, és többször elvetéltek. A szomszédok 2011. novemberében kihívták ugyan a járőrt a házhoz, mert odabentről kiabálást hallottak, ám a rendőrök távoztak, miután senki nem nyitott nekik ajtót. A három nőt Castro a pincében tartotta fogva, gyakran ki is kötözte őket. Ariel Castro ellen négy rendbeli emberrablásért, köztük Amanda Berry kislányának fogvatartásáért, és három rendbeli nemi erőszakért indítottak eljárást. Castro nem sokkal életfogytiglani és további 1000 évi büntetésének megkezdése után 2013. szeptember 3-án a börtönben felakasztotta magát. Az esetről film is készült 2015-ben, ennek a címe Emberrablás Clevelandben. Következő esetünk egy kicsit más tematikájú lesz, ez inkább merénylet, de szintén nagyon brutális. 2011. július 22-én délután egy hatalmas robbanás rázta meg Oszló kormányzati negyedét, a pokolgép egy furgonban volt elrejtve, a robbanásban pedig 8 ember vesztette életét. Az egész ország, sőt az egész világ élőben követte az eseményeket, a hatóságok nagyon gyorsan hatalmas erőkkel értek a helyszínre. Azonban ez a robbantás csak elterelés volt. Sajnos nagyon is jól működött, Breivik ugyanis közben átmasírozott az egész városon, egy rendőr egyenruhában, hogy végül a munkáspárt ifjúsági szervezetének táborhelyén, utolja szigetén megöljön 69 résztvevőt. Breivik 79-ben született Oszlóban, már gyerekkorában is lázadó volt, intenzíven erősítette magát, szteroidokat szedett és plasztikai műtétet is végeztetett magán, hogy erősnek látszódjon, hogy minél nagyobbnak tűnjön. Sorkatonai szolgálatra azonban nem hívták be ennek ellenére sem, mert alkalmatlannak találták. Egyre szélsőségesebb nézeteket kezdett el követni, melyekből összegyúrta saját ideológiáját, melyet a merénylet napján közre is adott. Ez az ultranacionalista kiáltvány többet között kulturális konzervativizmusból, szélső jobboldali populizmusból, iszlámellenességből, szélső jobboldali cionizmusból és szerb paramilitarizmusból merített. A merényletet évekig tervezte, melyet elkövetése után úgy jellemzett, hogy könyörtelen, de szükségszerű. A délután 15 óra körüli robbantás után 2 órával ért a szigetre, rendőr egyenruhában, ahol azt mondta, hogy a terrorcselekmény miatt biztosítania kell a szigetet. Ezt követően nyitott tüzet 2 fegyverrel is az ott táborozó gyerekekre. A rendőrség sokáig tehetetlen volt, miután az egyik gyermek felhívta az anyját, hogy lőnek rájuk, még 1 egész óra telt el, mire a helyszínre érkeztek. Ez annak is köszönhető, hogy nem volt tartalék helikopter, és csónakot is sokára sikerült szerezniük. Miután megérkeztek a rendőrök, a gyilkos azonnal megadta magát. A lövöldözés során egy német turista 20 gyereket mentett meg, egy arra piknikező leszbikus pár pedig 40 fiatalt menekített ki a csónakjában. A tárgyalás során Breiviket őrültnek nyilvánították, de saját maga állt ellen ennek, és azt bizonygatta, hogy tudatosan cselekedett, és újra megtenné. Végül 2012. augusztus 24-én beszámíthatónak ítélték, és a legnagyobb büntetést rótták ki, 21 év letöltendőt, amit abban az esetben meghosszabbíthatnak, ha fennáll a veszélye, hogy az elkövető a szabadulás után is veszélyt jelent a társadalomra. Breivik mindezt egy nagy mosollyal fogadta. A merényletről 2 film is készült. Az utója július 22 című film egyetlen lány szemszögéből vágatlanul mutatja be az eseményeket, míg a 22. július Breivik és egy túlélő szemszögéből a kettejük között váltogatva tárja elénk így a mészárlást és a következményeit. A következő eset Ausztráliában történt 2000-ben. Caroline Reed Robertson ekkor gyilkolta meg ugyanis Rachel Barbert, akire annó gyermekként babysittelt. Rachel mindössze 15 éves volt, mikor Caroline elkövette a gyilkosságot, Caroline pedig 19 éves volt, amikor ezt a tettet elkövette. Rachel Barber tehetséges balettáncos volt, sikeres élettel, jó családi háttérrel és egy boldog párkapcsolattal. Ezzel szemben Caroline kövér volt,
magányos, depressziós és vélhetően személyiségzavarral is küzdött. Elvált szülők gyermekeként folyamatosan ki volt téve az apja és az anyja közti vitáknak. Caroline Need Robertson veszélyes és féltékeny ragadozó volt, aki egy jóvadászhoz hasonlóan álcázás közben tanulmányozta és ejtette el zsákmányát. Caroline féltékeny volt a sikeres Rachelre, Rachel testesített meg ugyanis mindent, ami Caroline nem lehetett. Caroline egyszer meg is kérte Rachel szüleit, hogy lefotózhatja-e egy projekthez Rachelt. A projekt azonban már a gyilkosság kitervelése volt. Egy alkalommal 1999 nyarán Rachel fiatalabb testvérétől elkérte Rachel születési idejét, majd később megpróbálta megszerezni a születési bizonyítványának másolatát is. Caroline ugyanis el akarta venni Rachel személyazonosságát. Miután meggyilkolta a lányt, Caroline abban a hitben élt, hogy most már ő maga Rachel. A gyilkosságot Caroline előre eltervezte. Richard felhívta, és közölte vele, hogy egy projekthez keres alanyokat, ami teljesen titkos, és Rachel senkinek sem beszélhet róla. Így sikerült végül a saját lakásába csalni leendő áldozatát. Caroline egy telefonkábellel folytotta meg Rachelt, majd ezt követően a szekrényébe rejtette. Munkahelyén beteget jelentett, majd Rachel testét szőnyegbe csavarva egy táskába rejtette el. Ezután a halott lányt a családi nyaralójukba vitte, ahol elásta a testet. Közben Rachel szülei rengeteg plakátot tettek ki, illetve azonnal értesítették a rendőrséget is, akik végül a gyilkosság éjszakáján történt telefonhívás alapján jutottak el Caroline-hoz, aki aznap hívta fel Rachelt a titkos projekttel kapcsolatban. Mikor a rendőrség kiérkezett Robertson lakására, a lányt eszméletlenül találták egy aszmaroham következtében. Ezt követően Robertsont kórházba vitték, ahol azt mondta egy nyomozónak, hogy Rachel meghalt, és eltemette apja farmján, Kilmore-ban. Robertson apjának, David Reednek a segítségével a nyomozók megtalálták Rachel eltemetett testét, a telefon zsinór még mindig a nyaka köré volt fonva. Robertsont 2000-ben 20 évre ítélték, azonban 2015-ben feltételesen szabadlábra bocsátották. A Barber család azonban nem akar hallani Robertsonról, aki soha nem fejezte ki bűnbánatát a bűncselekmény miatt. 2009-ben egy ausztrál film is készült az esetről, In Her Skin, magyarul Bőrödbe bújva címmel. Következő alanyunk nem csupán a módszerével, inkább hosszú és sajnos eredményes pályafutása miatt került a listánkra. Szinte hihetetlen és egyben nagyon szomorú, hogy nem az első helyen végzett. Amikor az első testet megtalálták, már alig volt rajta hús, de azt meg tudták állapítani, hogy az áldozat nő volt. Eltört mindkét bordája, és a szemét egy késsel vágták ki. A nyomozók azt hitték, hogy egy dühöngő őrülttel van dolguk, hiszen a Szovjetunióban járunk, a Rosztovi területen 1978 és 1990 között. Csikatilo valóban 12 éven keresztül gyilkolt folyamatosan, és még magyar áldozata is volt. A rendőrség sokáig tétlenkedett, hiszen a Szovjetunióban nincs sorozatgyilkos, az csak a dekadens nyugaton van. Summázza az akkori felfogást az esetet feldolgozó film, az X-polgártárs. A filmet egyébként egy az egyben Magyarországon forgatták. A Rosztovi Rén első áldozata 1978-ban egy 9 éves kislány volt, akit a házába csalt és megpróbált megerőszakolni. Azonban erekció hiányában inkább folytogatni kezdte, majd többször hasba szúrta. Az esetet követően Csikatilo csak akkor tudott felizgulni, ha nőket vagy gyerekeket szurkálhatott halálra. 1984-ben egy álruhás detektívnek vált gyanússá a férfi, amikor egy fiatal lány próbált elcsalni a rosszovi buszállomásról. Találtak nála kést és kötelet, és a kinézete is nagyon hasonlított a személyleírásokhoz. Kiderült, hogy lopás vágyával is körözik, így több idő volt nyomozni. Azonban a labortesztekből kiderült, hogy a vércsoportja A, míg a holtesteken talált vér és sperma alapján AB-nek határozták meg. Ez a vizsgálat óriási hiba volt, de így csak lopásért került börtönbe, csupán 3 hónapra, és ezt követően még 6 évig gyilkolt tovább. 1990. október 27-én elkezdték az összes vasútállomást figyelni. Minden nagyobb, jelentősebb állomása rendőröket állítottak, így remélve, hogy itt nem mer lecsapni a sorozatgyilkos,
Még a kisebb, átláthatóbb állomásokra civil ruhás detektíveket állítottak, remélve, hogy könnyedén kiszúrják a tettest. Azonban Csikatilo így is elcsalt egy 16 éves fiút az egyik megfigyelt állomásról, majd megkötözte, földdel betömte a száját, levágta az orrát, végül 40-szer szúrta meg. November 6-án megölte és megcsonkította utolsó áldozatát is, azonban az erdőben éppen a tetthelyről távozva felfigyelt rá egy árruhás rendőr, aki elkérte a papírjait. Azonban nem talált okot a letartóztatásra, viszont 13-án megtalálták a holttestet az erdőben, és az árruhás rendőr jelentése felkeltette a nyomozók figyelmét is. Ráadásul ugyanezt a férfit már 1984-ben is összekötötték a gyilkosságokkal, így egy nappal később megfigyelés alá helyezték. A megfigyelés 6. napján le is tartóztatták a látottak alapján, de a rosztovi rém kijelentette, hogy a rendőrség téved, és őt már egyszer le is tartóztatták ebben az ügyben tévesen. A labor eredmények pedig ugyanazt mutatták, mint korábban, Csikatilo vércsoportja A és nem AB. A kihallgatás során azt a taktikát alkalmazták, hogy a férfit betegnek titulálták és segíteni akartak neki, így megnyugtatták, hogy ha bevallja, sem kerül börtönbe, csupán pszichiátriai kezelésben részesül. Végül pár nappal később egy pszichiáter is besegített a kihallgatásba, és pár óra alatt megszületett a vallomás. Végül 1992-ben 52 bizonyított gyilkosságért halálbüntetésre ítélték, ő maga egyébként végül 56 gyilkosságot vallott be, de az adatok elemzések alapján az áldozatok száma elérhette a 65-öt is. 1994. február 14-én tarkon lőtték. Végül elérkeztünk a szerintünk, és sok más ember által is, hát a legbrutálisabb bűntényhez, a legsokkolóbbhoz. Innen tényleg mindenki a saját felelősségére folytassa. A legbrutálisabb gyilkosság 26 évvel ezelőtt történt Angliában. James Bulger története több szempontból is felfoghatatlan, és a mai napig nagy port kavar a brit közvéleményben és igazságszolgáltatásban is. 1993. február 12-én történt az a szörnyűség, melyben James Bulger 2 évesen életét vesztette borzalmas kínok között. Az anyja általában babakocsiban vitte őt mindenhova, de aznap valamiért nem így tett. Ő maga sem tudja, hogy miért. Csak pár ügyet kellett elintéznie Liverpoolban, miközben beszaladt a gyermekkel egy pláza alsó szintjén található hentes üzletbe. Amikor a kasszánál fizetésre került sor, elengedte gyermeke kezét. Csupán pár perc volt az egész, mégis elég volt a tragikus eseményhez. A plázában ugyanis 2 10 éves kisgyerek is lődörgött, akik az iskola helyett édességet, játékot és kék festéket loptak az üzletekből, miközben több kisgyereket is megpróbáltak elcsalni a szüleiktől. Miután a 2 éves kisfiú pár méterrel arrébb kalandozott az anyjától, a 10 évesek már kézen is fogták, és kivezették a gyereket a plázából. Senkinek nem voltak gyanúsak, hiszen pontosan úgy néztek ki, mintha testvérek lennének. A biztonsági kamera felvétele hamar körbejárta az egész brit sajtót. Miután a gyerekek kisétáltak, egy 4 kilométeres séta következett. Először egy közeli csatornához vitték a 2 éves kisfiút, ahol földre lökték. Súlyos fejsérülést szenvedett, az arca tele lett horzsolásokkal. Ezt követően még 38 ember látta őket útközben, mégis csak ketten érdeklődtek a fiú hogylete után, mire a 2 10 éves azzal rázta le őket, hogy az eltűnt öccsüket viszik haza éppen a rendőrségről. Ezzel tovább is mehettek. Végül eljutottak egy használaton kívüli vasútállomásra, ahol kínozni kezdték a kisfiút. Levették az okniát, cipőjét, nadrágját, és még az alsó nadrágját is. Téglákkal és kövekkel dobálták, megtaposták, és a kék festéket a szemébe öntötték. Végül a közelben találtak egy 10 méter hosszú, rozsdás sínhevedert, melyen lesújtottak a 2 éves fejére. Ezt követően a testet a sínekre helyezték, remélve, hogy így balesetnek fog tűnni a gyermek halála. A rendőrség 2 nappal később talált rá a kettéhasított holttestre. Először azt gyanították, hogy szexuális indíttatás állhatott a háttérben, de ezt nem sikerült bizonyítani. Azt, hogy miért vetemettek ilyen szörnyűségre gyerekként, az a mai napig sem derült ki. A kihallgatáson nem ért le a lábuk a székről, annyira kicsik voltak. A tárgyaláson a patológus 33 percig sorolta a sérüléseket,
melyeket a 2 évesnek okoztak. November 24-én pedig elítélték a 2 10 éves gyereket, Robert Thompson és John Fenables, és 8 év letörlendőt kapott. Természetesen az anya keveselte a büntetést, és petíciót is indított, amit a brit média fel is kapott. Így 280 ezeren írták alá, hogy életük végéig rács mögé kerüljenek, de végül 2001-ben, 18 évesre szabadlábra helyezték őket. Új személyazonosságot kaptak, és a leghelyüket csak a rendőrség ismeri. Nem találkozhatnak egymással, és Liverpool egy részéről ki is tiltották őket. John Venables-t egyébként 2010-ben ismét börtönbe zárták, kiskorú gyerekek pornográf képeinek birtoklása miatt, és jelenleg is tölti büntetését. A történtekről szintén készült egy rövid film, Detainment címen, Oscarra is jelölték, ami hatalmas felháborodást keltett. Igen, ezután egy picit nehéz megszólalni. Már hogyha van még itt valaki, aki velünk tart. De... Igen, reméljük, hogy azért meghallgattátok. Nem mondom, hogy érdekesnek találtátok, mert ez egy kicsit furcsa szó lenne most itt erre, hogy érdekes. Izgalmas igen. Talán, vagy borzalmas, megdöbbentő, szomorú, mert sokkoló. Ugye félreértések elkerülése véget, hát ha valaki azt hiszi, hogy nem, ezek sajnos mind valós megtörtént esetek, és tényleg főleg ez a legutolsó, de az összes többi is borzalmas, tehát szavak sincsenek rá. Amiket írtunk, filmeket, azt egyébként érdemes megnézni, hogyha egy kicsit is foglalkoztat a történelem elme. Hát kevésbé mainstream. Szép része. Kevésbé mainstream része. Igen. Nyilván vannak, akiket érdekel ez a téma, és vannak, akik teljesen el... Most sikítva menekültek. Igen. Nyilván mi is azért néztünk utána, mert eleve érdekel a krimi, és aki rajong a krimiért, azt azért a való életben is... Ezek az esetek azért érdeklik, de nem szórakozásképpen, hanem egyszerűen nem is tudom erre, hogy mit mondjam. Én igazából az az érdekes, hogy az összes esetet a filmekből ismertem, tehát én azokat láttam először, és utána ugye neten utána néztem az eredeti történeteknek. Nálam ez mondjuk sokszor fordítva volt, kivéve Breiviknél. Igen. Ő egyébként nem is annyira illett itt ebben a sorozatban, de mégis megdöbbentő volt, hiszen ott is gyerekek. Gyerekek voltak legfőképp a szigeten, mert ugye ott más indítatás volt, ugye a legtöbb az beteg ember volt, illetve sorozatgyilkos, Breivik pedig igazából egy merénylő. Egy politikai merénylő, igen. Tehát, hogy teljesen kilógott a sorból, de úgy gondolom, hogy mégis helyet. Hát azt nem mondom, hogy helyet érdemel, de hogy helye maga van itt. A bünténynek az elkövetése miatt érdemel itt szerintem a listában helyet, mert az, ami utolja szigetén történt, az... Szintén borzasztó, a megrázó visszállás volt egyébként. Igen, és még fogunk ilyen részekkel is jönni, most legfőképp azért, mert közeledünk ugye Halloweenhez, de alapjáraton minket érdekel ez a téma, fogunk is. Ki még ilyeneket csinálni, ugye a legelső részünk sem véletlen volt, Gypsy Rose. Pontosan. Bűnöse vagy nem, hogyha nem hallottátok, akkor mindenképpen hallgassátok meg. És bocsánat, lehet, hogy nem passzol a témához, de amint kijön a tettnek a második évada, arról azonnal be fogunk nektek számolni. Igen, egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen bűnösetet fognak feldolgozni, mert ugye az egy antropológia sorozat, tehát minden évadában másik bűntényt fognak feldolgozni, hát nagyon kíváncsi leszek. Én is. Én amondó vagyok, hogy akkor mára búcsúzzunk el. Így van, tehát kérlek, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ha még mindig itt vagytok, akkor pláne köszönjük a kitartásotokat. Mindenképpen a Halloween-t azért próbáljátok meg nem csak ilyenekkel tölteni. Majd jövünk még egy adással, ahol Halloween-re ajánlunk majd filmeket. Szerintem az egy jó ötlet lehet. Ez abszolút jó ötlet, így van. És hát addig is dolgozzátok fel a történteket, hallottakat, és hát minden jót nektek. Legyen szép napotok. Sziasztok. Sziasztok.